Itt állunk Gyálon egy kilakoltatás előtt álló ház előtt, és Zékárpád Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője áll előttem. Köszönöm. El tudnám mondani röviden, hogy mit kell tudni erről az ügyről, vagy hogyan szereztek erről tudomást? Helyi jobbikosainkhoz fordultak segítségkérés ügyében azok a károsultak, akiknek az ügye legalábbis vitatott, hiszen pont kollégáink segítségével egy halasztásra vonatkozó indítvány került benyújtásra a bíróságra. Állítólag ezt elutasították, de erről írásos dokumentációt akkor sem tudott mutatni a végrehajtó, amikor kísérettel behatolt az ingatlanba. Tehát egy kétes jogi helyzet áll fenn. Jogi szakértőnk bent tartózkodik a helyszínen, én képviselői minőségemben maximum tájékoztatást kérhetek, ezt minden esetben meg szoktam tenni, de őszintén mondom önnek, annyi riasztást kapunk és annyi helyszínen kell megjelennünk, hogy minden egyes ügyet áttekinteni lényegében lehetetlen, hiszen 1500 fölött jár a kilakoltatások száma csak idén, és csak a moratórium letelte óta. Itt a lényeget összefoglalva azt láthatjuk, hogy a hátam mögött elterülő ingatlan piaci áron alsó hangon egy 30 milliós ház vagy házrészként kezelendő. Ez egy árverésen mindösszesen 10-11 millió forintért kelt el, márpedig ha ez a károsult család megkapta volna az ingatlanért a piaci értéket, vissza tudta volna fizetni az állítólagos tartozását, szabadult volna ebből a csapdahelyzetből. Ehhez képest most tiltják a fizetésüket, és a legrosszabb forgatókönyv szerint el kell hagyni a saját otthonukat. Egy 80 fölötti családtaggal nem kell mondanom, hogy ez mit jelent. Egy idős ember számára elképesztően nehéz az az átállás, amely nem is mérhető össze, még a kisebb változásokkal sem, amiket szintén nehezen viselnek idős honfitársaink. Embertelen folyamatok zajlanak tehát körülöttünk. Egy komplett megoldási csomagot terjesztettem a parlament elé. A Fidesz-KDNP nem tartózkodott, nem egy vitában próbált érvelni és meggyőzni arról, hogy esetleg rosszul látom a dolgokat, hanem egyszerűen leszavazta még a vita lehetőségét is, ami egy demokráciában szégyen és gyalázat. Így módon csak a demokrácia látszatáról beszélhetünk ebben a kérdésben. Úgy, ha jól tudom, akkor egy valamikori devizajelzálogkitelből alakul ki tartozás, igen, amelynek következtében ez a helyzet kialakult. Igen, ez a jellemző. Tehát, hogy ha jól tájékozott, mint a táblákban, meg előtt a Város Mindenki erről szóló posztjából még 20 millió forint tartozás van ezen felül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy papíron, hiszen én ezeket mesterségesen duzzasztott tartozásokként kezelem. Ha a Jobbik programjának megfelelően ezeket az úgynevezett devizahiteleket a felvétel napjának árfolyamán forintosítanánk, és megvizsgálnánk azt, hogy melyik károsult mennyit fizetett ki a valós tartozásából, sok esetben arra jutnánk, hogy a károsult tarthat igényt visszatérítésre a bank részéről. Csak hogy ezt az átszámítást senki nem végezte el. Magyarország jelenlegi kormánya piaci árfolyamon forintosított, ami merénylet volt nem csak az érintettek, de az egész magyar jövendő ellen, hiszen demográfiai kormányzásról beszél. Élünk, olyan körülmények között, amikor egy több százezres ide tartozó társadalmi csoportot kizárnak a családtámogatási kedvezményből, hagyják, hogy a bankok átverjék őket, külföldre kényszerítik ezeket az embereket. Beszédes közben, hogy miközben a hasonló állampolgárok külföldre kell, hogy menjenek a végrehajtók fenyegetése és az igazságtalan folyamatok elől, itt épül a munkásszálló a településen, és hívják be, ha úgy tetszik, importálják azokat, akik majd lecserélik a távozó magyar lakosságot. Elképesztően veszélyes folyamatok ezek. Igazából még csak egy kérdésem lenne, hogy a kúria már hozott döntéseket annak következően, az árfolyam kockázat nem terhelte egyértelműen az adósra, ennek lesz bármilyen jogi következménye, mondjuk a devizás ügyekben, vagy valahogy ezt érvényesíteni lehet? Nézze, volt már néhány határozat. Nagyon bízom a becsületes derék ügyvédek és bírók munkájában, de azt látom, hogy a kedvezőtlen döntések, amik a károsultakra nézve kedvezőtlenek lehetnek, azonnal szétterülnek a rendszerben. Ami számukra kedvező lehet, az pedig valahogy megáll, befagy felső szinteken, nem csöpög le, nem szűrődik le azokra a szintekre, amelyek az egyszeri tárgyalótermekre vonatkoznak, és károsultak helyzetét tehetnék könnyebbé. Tehát nagyon tisztelem a jogászok munkáját, de nem bízom kizárólagosan a jogi útban. A civilek és a tisztességes, beszámítható, hazaszerető, felelősségteljes politikusok együtt gondolkodására számítok. Tehát röviden arra, hogy
akár több százezer ember ebben a kérdésben egyszer végre megtölti a Kossuth teret, elvárja a változást, kikényszeríti a változást, mint hogy a netadós tüntetés tekintetében ez sikerült egy nagyon széles tömegnek, és felelős politikusok pedig normálisan körülhatárolt törvényjavaslatokkal kell, hogy megoldják ezt a helyzetet a jelenlegi kormány ellenében. Azt láttuk, hogy voltak már ebben az ügyben politikai megoldási kísérletek, annak nem sok eredménye jártak, volt itt vita, ugye a gyermekes, kisgyermekes családok kilakoltatásának tilalmáról voltak javaslatok, ezeket természetesen elfogadták, be sem mentek. A kormánypárti képviselők ezekre az ellenzék által kezdeményezett vitákra, a tüntetéseken vagy a több százezer ember a Kossuth téren kívül bármilyen más politikai megoldás vagy politikai eszköz áll még rendelkezésre az ellenzéki képviselőknek arra, hogy itt ezen a helyzeten enyhítsenek? Úgy gondolom, hogy kimerítettük a politikai eszköztár, biztosította lehetőségeket, a jogi utat.